Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk Somogyi Bettivel. És Bredák Szandival, sziasztok! Sziasztok, és maradt velünk Nagy János Szigetszent Miklós polgármestere is. Rengeteg témánk van még, meglátjuk, hogy mi hogy fér bele. Ott fejeztük be, hogy intézmény, oktatási intézmény, felújítások, mert persze lehetne ezt még bővíteni, de most ezt nézzük meg így nagyjából, hogy ugye beindult az élet, az iskolák, óvodák, bölcsik körül, de milyen felújításokon van túl az önkormányzat, és mik a tervek? Még ugye az Iglice utcai bölcsit már említettük. Arról beszéltünk, igen, a szünet előtt, tehát akik a szünet óta csatlakoztak, nem baj, mert üdvözlöm őket. Igen, meg egyébként, aki esetleg lemaradt a YouTube csatornáján, aki egy rádiónak nem sokára majd vissza tudja hallgatni. Tehát ugye az Iglice utcai bölcsödéről már beszéltünk, ugye az ütemnek megfelelően halad, úgyhogy remélhetőleg az idei év végén már a gyerekek beköltözhetnek. Viszont mindezek mellett ugye azért rengeteg intézmény van Szigetszentmiklóson, és ugye régebben, hogy mondjam, tehát a karbantartási feladatok, vagy azok a feladatok nem működtek olyan szinten, mint például az elmúlt években, ezért rengeteg olyan feladat vár ránk, tehát több százmillió forintos listánk van, hogy mely intézményben mit kellene csinálni, és mi úgy szoktuk priorizáljuk, illetve szakmai vélemény alapján ugye hozzuk a döntéseket, az kerül előterjesztésre a képviselőtestület elé, és a képviselőtestület eldönti, hogy akkor abban az évben mely intézmények milyen módon legyenek felújítva, és akkor utána a nyári szünete arra ideális, hogy ezeket a munkálatokat elvégezni tudjuk. Ugye ilyen például a Pittpangó odai felújítási munkálatok, ott például az udvaron a játékokhoz elhelyezett ütéscsillapító gumiburkolat cseréje történt öntött gumiburkolatra, a térkő burkolatjavítása történt, illetve a terasznak a burkolatjavítása, és az egyik csoportszoba padló burkolatának javítása volt. Szivárvány tagovoda felújítási munkálatai közül a játszóudvaron az udvar játékokhoz elhelyezett ütéscsillapító gumiburkolatokat cseréltük, illetve a térkő burkolatokat javítottuk ki. Vackor bölcsödében a közlekedő utak térkő burkolatának javítása történt, az udvaron a játékokhoz elhelyezett ütéscsillapító gumiburkolat cseréje megtörtént az öntött gumiburkolatokra, és 4 darab napvitorla tartójának a cseréje is megtörtént. Körülbelül 3 méter kerítés építése is megtörtént a hozzá kapcsolódó személyzeti kapu beépítésével. A Tipergő bölcsöde játszóudvara is felújításra került, ugye a csapadékvízelvezetés és a szikkasztók építése volt még ott fontos. Játszóudvar feltöltése körülbelül 1000 négyzetméter, térburkolat készítés körülbelül 450 négyzetméter, gyepesítés 550 négyzetméteren. Bocsánat, ezt most olvasom én is. Nyugodtan, nem is csodálom, hogy ezt megjegyez, nehéz lenne. És esésvédő burkolatot alakítottunk ki 60 négyzetméteren, szivárgórendszer kialakítása, 45 méter folyóka készítés, és 2 új homokozó kialakítása, 2 padasztallal, 8 darab játszóeszköz bontása és felújítása történt a Tipergőben. Csicsergő óvodában az idei évben is zajlottak a munkálatok. Ugye, hogy mondjam, az a legöregebb óvodánk, és rengeteg probléma volt ott. Annak volt tavaly az 50. szülinap? Igen, ugye? És ugye az elmúlt években is folyamatosan fejlesztettük a Csicsergő óvodát, így az idei évben is nagy arányban egyébként a Csicsergő óvodára költöttünk rengeteg pénzt. Csicsergő óvoda óvodai részének teljes körű épületvillamossági rekonstrukciója megtörtént az idei évben. 2 darab tálalókonyhájának teljes körű felújítása megtörtént, és új kis teher ételfelvonó telepítésével. Ez nagyon fontos, mert ezáltal az ott dolgozók munkáját tudjuk könnyíteni. Folyosókon és torna szobai részen, valamint a lépcsőházban a PVC burkolatot kicseréltettük, lambériát lebontattuk, felületkezelés, festés, vakolás megtörtént. Ott földszint és az emelet között lévő műkő lépcső eredeti állapotának a helyreállítása és a felújítása történt, és a hőközpont rekonstrukciója is megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a gázkazánt cseréltük elektronos és gépészeti felújítással, és ezek mellett még a Szigetszentmiklósi mocorgó óvoda tetőfelújítása történt, meg ott ugye beázások történtek, és a vízelöntéseknek a megszüntetése volt a cél.
és ezen kívül még ugye az idei év elejétől a Buga iskolának, vagy a Buga udvaron lévő épületnek a tetőszerkezetének a kicserélése megtörtént, és még most ugye a villámvédelmi rendszer kiépítése volt, vagy kerül kialakításra, úgyhogy így intézményi szinten ezek voltak azok, amelyeket az idei évbe beterveztünk és végeztük el a nyári szünetben, mondhatom így. És ha már itt tartunk, igen, hogy fejlesztés, felújítás, akkor ugye augusztus 29-én már volt egy testületi ülés, amivel tulajdonképpen megkezdődött, igen, így a tanév, meg az ősz, és ott is szóba került, külön napirendi pont volt, a várost érintő burkolatfelújítások, és ott ugye, hogy kivégzi a munkát, ez is szóba került, végül a Szigeti Vízművek, jól informálódtam, vagy hát hogy ugye, van ez most? Ahogyan a tavalyi évben döntött a képviselőtestület, hogy az idei évben az út és járda karbantartási munkálatokat inkább a Szigeti Vízművek koordinálja, vagy rajta keresztül történjen, és ne a hivatalon keresztül. Ez egyébként annyiban másabb, hogy picivel többe kerül az út és járda karbantartás. Úgy döntött az idei évben a képviselőtestület, hogy ezeket az útburkolat cseréket, tehát magyarul konyhai nyelvén az utak aszfaltozása, azt szintén úgy döntött a képviselőtestület többsége, hogy a Szigeti Vízműveken keresztül végeztesse a település. Ez én már akkor, mikor ezt a javaslatot tették a képviselők, jeleztem, hogy egyrészt később kezdődnek el ezáltal a munkálatok, tehát ha a hivatal csinálta volna ugye hamarabb, tehát június-július környékén történhetett volna előre láthatólag, így viszont szeptemberre torlódik, vagy csúszik. Másrészt sokkal többe fog kerülni ez a városnak, ez a költség. Viszont a képviselőtestület úgy döntött, hogy a Szigeti Vízműveken keresztül, és de akkor miért? Azért, tehát, kellett, miért? Azért kellett a mostani testületi ülésre behozni, mert a Szigeti Vízművek további 60 millió forint plusz pénzt kért az önkormányzattól, egy meghívásos pályázaton keresztül. És akkor így is ez lett megszavazva. Árat kaptak. Én jeleztem a mostani testületi ülésen, hogy mivel három indikatív árajánlatot kértem, és az megközelíti azt a keretösszeget, amivel mi évelején az éves költségvetést beterveztük ezekre az útburkolati munkálatokra. A képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy nem csinálja csak nyugodtan, vagy csináltassa csak nyugodtan a Szigeti Vízművek ezeket a munkálatokat, és nekik az nem gond, hogy plusz 60 millió forintba kerül. Én mondtam nekik, hogy gondoljunk bele, hogy 60 millió forintból már egy családi házat lehet vásárolni, és azért a településen is vannak olyan ingatlan vásárlási lehetőségek, amelyek az önkormányzatnak jó lenne. Hát nekem nagyon gyanús volt ez a napirendi pont, és itt ment a politikai adok-kapok, amit egyébként a választás előtti időszakban nagyon érezhettük, és itt mentek a nevesítések és a vádak. Én tisztázni szerettem volna. Én, amikor kitalálták, hogy kerüljön a Szigeti Vízművekhez, azt kértem polgármesterként, hogy akkor nem meghívásos, hanem totál nyílt közbeszerzési eljárás legyen. Ők nem tartották ezt fontosnak, így egy olyan meghívásos eljárás volt, ahol már előre tudhattuk, hogy ez a cég fog nyerni, tehát én ebben egyébként politikát látok, nem beszélve arról, hogy amikor ezt a napirendi pontot ugye elővettem a képviselőtestület elé, akkor volt olyan képviselő, aki valamiért, és ezt mindenki gondolja úgy, ahogy akarja, valamiért az egyik képviselő zárt napirendi pontként szerette volna tárgyalni. A zárt napirendi pontról azt kell tudni, hogy azt a hallgatóság nem hallhatja, nem láthatja, hogy mi hangzik el ott. Én szerintem, hogyha közpénzről van szó, és tényleg ilyen nagyobb összegű kiegészítés, fedezett kiegészítésről, akkor igenis tudnia kell a lakosságnak arról, hogy ezt a rengeteg pénzt mire költjük, és miért. Én nekem a javaslatom az volt, hogy írjunk ki egy újat, és ne meghívásos legyen, hanem teljesen nyílt közbeszerzési eljárás. Én próbáltam alátámasztani indikatív árajánlatokkal is. Ráadásul a képviselőtestület ugye egy elég szigorú műszaki előírásokat írt elő,
mert ők a minőségre hivatkoztak, hogy azért fontos ez, hogy ilyen módon történjen. Tehát, hogyha van egy műszaki előírás, akkor nem lehet másmilyen minőséget csináltatni. Itt példáloztak azzal, hogy a Damjanich utca milyen minőségű lett. Hát azt elfelejtik a képviselő urak, hogy annak idején például, amikor a Damjanich utcáról döntött a testület, ők megszavazták, hogy az a technológia legyen. Így az idei évben én is támogattam azt, hogy akkor legyen részletes műszaki paraméter előírás, hogy ne legyen abból gond, hogy ő nem így képzelte el azt a munkálatot, illetve az elmúlt évekből tanulva azért nem mindegy, hogy milyen típusú felületkezelést kap egy aszfalt réteg. Sajnos kisebbségben maradtunk azzal, hogy próbáljunk azért spórolni a településnek. Ez a demokrácia szépsége, hogy a többség dönt, az egység meg elfogadja, vagy a kisebbség meg elfogadja a többségnek a döntését. Uh-huh. De a jó hír az egészben az, csak hogy ne csak negatívumot mondjak, hogy az idei évben, mert már a lakók egyébként várják erről a hírt, hogy mikor lesz az utcájuk elkészítve. A jó hír az az, hogy az idei évben elkészülnek ezek az utak. Nem beszéltünk még egész konkrét útról, én itt megnyitottam egyébként, ugye, ami a szóba került. Most akkor nem is zavarom bele, tehát melyek ezek, igen. A döntésben az van, hogy aszfalt burkolatot kap az Álom utca, az Ádám Jenő sétányról nyíló 71-26 per 1 helyrazi számú út, Bíbor utca, Bíró Lajos utca, Borsika utca, Dunaharaszti köz, Dunaharaszti út, Gerle utca, a Dunaharaszti útból a 18-85 helyrazi számú Gerle utca, Jókai utca, 27 per D, garázssor előtti szervizud, azt is ugye már régóta várják a lakók, Rezeda utca, Rév út és az üdülősor Hévátra járója. Ugye ennél zárójában megjegyezném azt, hogy onnan lehet tudni, szoktam mondani a lakóknak, hogy onnan lehet tudni, hogy melyik önkormányzati és melyik a nem önkormányzati terület, hogy ameddig jobb az útminőség, az az önkormányzati, mert ott van jogunk hozzányúlni, de itt ugye volt egy egyességünk a MÁFÉ-vel, és ezáltal mi a Rév út üdülősor hévátjárót végre megcsináltathatjuk. Tövis utca és az Agyva utca is kap aszfalt burkolatot, felületi bevonatot kap a Laguna utca, a Nagyváradi utca, Mester utca, Temesvári utca között, és a térköves járda felújítás lesz majd a Gyári út 1-7 szám mögött, és a Teleki utca, tehát lesz ebben járda felújítás is természetesen, és a Szent Miklós útja 1 szám mögötti parkoló pedig Murvás felújítást fog kapni, tehát ezek így az a is kicsit rendeződni fog. Uh-huh. Ez volt egyébként ebben a csomagban, ugye a mi keretünkben, tehát a mi kalkulációnk alapján az éves költségvetési keretben ez ugye 320 millió forint volt, tehát egy nagyon nagyobb összeg, tehát tényleg rengeteg utca, és itt ugye már a minőségre ment a képviselőtestület, és ebből lett tulajdonképpen durva 380 millió forint, egészen pontosan 378 millió 901.849 uh-huh. forint. Tehát ott van az a 60 millió. Én úgy gondolom, hogy azért az a 60 millió forintot másra is, más célra is tudtuk volna. Akár például a gimnáziummal szemben lévő parkoló megépítésére, de a képviselőtestület többsége így döntött, nekünk abba az irányba kell menni mindig, amelyik döntést meghozza a képviselőtestület többsége. Sok-sok téma van még egyébként, amit felírtunk, hogy beszélgetünk róla, de hát sajnos most már mennünk kell a hírekkel egy-két percben csak az előttünk álló rendezvényekről, de tényleg már csak érintőlegesen, mert arra még szerintem azért térjünk ki, ugye a nyáriakat lezártuk, de hát ősszel is sok-sok rendezvényre várják a Sziget-Szent Miklósiakat. Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket elmondhatom. Elsősorban, igaz, ez nem rendezvény, de a mai napon tartjuk a Városházán 11 órától 18 óráig az úgynevezett retro véradást, ezt annak idején a Vörös Kereszttel közösen kezdtük el, és az idei évben is lesz, és pont a mai napon van, tehát oda is minden véradót szeretettel várunk, és hát természetesen a halászlé főzőverseny ugye mindig szeptember első szombatán szokott lenni, szeptember 7-én lesz a halászlé főzőverseny, mindenkit szeretettel várunk, nem csak azokat, akik versenyeznek, hanem akik szeretik a halászlevet, vagy lesz egyéb ételhez jutási lehetőség is. Szeptember 14-én a Miklósi Mustra lesz, az a Szent Erzsébet téren, és szeptember 21-én
pedig az Open Dog Day szállatvédelmi családnap és motoros találkozó lesz, lakjegyi szabadidőközpontban, érdemes lesz oda kilátogatni, főleg olyan családoknak, ahol a gyerekek oda vannak például a motorokért, de különböző programokkal kedveskednek a rendezők egyébként, és ugyanígy szeptember 21-én a Kék Ton, pedig a Városi Sportnap lesz megtartva, 28-án pedig a várva várt lecsófőző fesztivál lesz. Ugye tavaly, amikor a hivatallal és tavaly előtt a hivatallal szerveztük ezt a rendezvényt, tavaly évben nagyon kinőtte magát. Tehát több ezer ember jött el, és érdemes egyébként a YouTube-on beütni, hogy Szigetszent Miklós lecsófőző verseny, azért vannak a jó barátok. Szerintem az a kép, vagy az a videó mindent elárul a tavalyi rendezvényről, és rengetegen érdeklődnek nálunk, hogy mikor lesz, kik lesznek a fellépők, stb. Ugye nyilván azok az emberek, akik tőlünk érdeklődnek, ők nem követik azokat az eseményeket, hogy milyen döntés született például a Városházán, stb. Itt például a képviselőtestület többsége úgy döntött, tehát itt most szerintem mondhatok pártnöveket, a Fidesz-DK Momentum, hogy nem mi csináljuk, tehát ezt a keretösszeget átadták a Sárga Háznak, tehát innentől kezdve a Városi Könyvtár és Közösségi Ház lesz a szervezője a lecsófőző fesztiválnak. Nekünk ez úgymond gyermekünk volt, és annak idején azért is kedveskedtünk egy ilyen rendezvénnyel, mert ez volt az az időszak, amikor a Városi Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói pihenni tudtak. És ezáltal mi tudtunk nekik is kedveskedni egy rendezvénnyel, hiszen azért az év többi napján, többi hétvégén azért ők szerveznek ilyen városi rendezvényeket. Én és a hivatal munkatársai úgy gondoltuk, hogy akkor ezt mi megszerveznénk. Volt már ilyen régebben Miklóson, hogy a hivatal szervezett rendezvényt, és ugye ez nagyon népszerű lett, sőt országosan, mondhatom, hogy országosan híres rendezvény lett a Szigetszent Miklósi Lecsófőző Fesztivál. Sajnos a képviselőtestület úgy döntött, hogy ne a hivatal és ne az én munkatársaimmal szervezzük, hanem ezt a terhet is ráadták a Városi Könyvtár és Közösségi Ház munkatársaira, de mindenképp kint leszek én is a lecsófőző fesztiválon, hiszen délelőtt ez egy verseny lesz, délután pedig koncert sorozat, ugye a fő fellépők TNT és a Hooligans, de természetesen előtte is lesznek majd fellépők. És látom, hogy még nézel a papírodra, hogy még vannak programok, viszont ne haragudj, muszáj vagyok be itt folytani akkor a szót. Akkor egy utolsó, igen. Mert többen kérdezték tőlem, igen. A Városi Idősek Napja, igen. Az Ádám Jenő több célú intézményben lesz október 1-én, oda is mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen, mi pedig téged várunk majd vissza nem sokára. Szeretettel Nagy Jánossal, Szigetszent Miklós polgármesterével beszélgettünk a YouTube csatornánkon, nem sokára megtaláljátok egészben a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Én köszönöm, szép napot mindenkinek.